a műanyagot megpróbáljuk valamilyen más anyaggal helyettesíteni. Az előadásnak köszönhetően a gyerekek sok hasznos információval gazdagodtak a Halpiac téri óvodában. Megtudhatták például, hogyan lehet a műanyagot fával, papírral vagy fémmel helyettesíteni. Ez azért is fontos, mert tavaly a városban a sárga kukákban 170 tonna műanyag hulladék gyűlt össze. Emellett sok műanyag a kommunális szemét közé kerül, ami a szemétlerakókban végzi. Az Európai Unió arra törekszik, hogy ez ne így legyen, és ebből kifolyólag 2025. január 1-től Szlovákiában is változások lesznek. Még amit tudnak a kommunális hulladékból, ugyanúgy papírt, műanyagot, fémet, akármilyen biológiai lebomló hulladékot, azt még ők szét fogják szelektálni, és ezáltal az a úgymond kommunális hulladéknak csak a minimális mennyisége fog oda kerülni a hulladéklerakókba. A Halpiac téri óvodában a környezetvédelem, ezen belül pedig a szemét szelektálása az oktató-nevelő munka részét képezi. Lehet, hogy gyerkőt úgy van, néha a szülőt figyelmezteti arra, amiről elfeledkezett, vagy oviban, amit tanultak, azt hazaviszi, és a szülő a ma rohanó világban lehet, hogy éppen nem úgy gondolkodik, akkor gyerkőt figyelmezteti. Azt hiszem, az egy nagyon fontos, nagyon hasznos dolog, és nagyon oda kell figyelni arra jövőben is, hogy gyerekeket arra vezessük, hogy szép környezetben, tiszta környezetben tudjunk élni. Júliusban a város a témával kapcsolatos információkat tesz közzé az interneten. Az előadások az óvodák mellett a tervek szerint iskolákban, nyugdíjas otthonokban és a nyugdíjas klubban is megvalósulhatnak.